170 évvel ezelőtt született Pataki Imre rajztanár, festő és szobrászművész. 1871-től több kecskeméti iskola rajztanára, majd az 1875-ben megnyílt polgári leányiskola egyik szervezője és pedagógusa volt. 1887-ben létrehozta és haláláig, mint igazgató, irányította az alsófokú ipar és kereskedelmi iskolát. Több iparos tanonc kiállítást szervezett, az 1901 évi országos kiállítás előkészítésében is tevékenyen részt vett. Jelentős szerepet töltött be a kecskeméti iparos otthon létrehozásában. Közel 200 táj- és zsánerképet mutatott be az 1909-es évi kecskeméti gyűjteményes kiállításán, és szerepelt a Nemzeti Szalon jubiláris kiállításán is. Ő készítette a kecskeméti Szent Háromság temető kálváriáját és a nagy templom homologzatán elhelyezett az 1848-49-es szabadságharcot megörökítő relífet. Nevét a pusztaszeri ezredéves emlékoszlop tervezése tette ismerté. 1910. márciusában Kecskeméten hunyt el.